van! We have lost objective Duff. Egész jó ez az új DLC. Az egyetlen egy probléma, hogy az új fegyvert, az új LMG-t 50 Louis Gun szupresszívvel és nem tudom csak megkapni, illetve 75-85 szupresszívvel, már nem emlékszem. Ugye most ezzel kínlódom. Jézus úristen, ez a map néha eléggé káosz tud lenni. Paci! És ide! Jó. Jó. Egyre veszélyesebb. Minden irányból lőnek, komolyan mondom. Ups! Lol, az hogy nem lett meg? Főleg ezek a bunkeres részek egyébként eléggé durvák. Hopp, meg vagy. De most már nem fogom ott állózni. A rohadt gyújtógránát, komolyan mondom. Stick grenade. És... Oké. Okay. Ez egy ilyen határeset volt. Szép volt. Szép volt. Lelőttem saját magamat. Na hát a felhúz. Jó, felhúzott. Hú. Nincs sok menik a játékban, nagy szerencsém volt, ez gyerek egyáltalán felhúzott. Valahol itt mászkált egy. Á, ott is van. Jó. Annak rip. Mehetünk tovább, mivel jön a behemót, szerintem minden el kéne húzni. Az új behemót egyébként egy... Baszott nagy tank, amiben beleférnek kb. 80. Meg vagy pajtás. Beleférnek kb. 80, és az a mászkálnak végig a pályám, és megölnek mindenkit, aminek egyébként egy lövés a kis tank, és azt hiszem 2 vagy 3 a heavy tank. Vagy valami ilyesmi, szóval eléggé brutál. Itt is van a kis tank. Csak ezt mondom a miénk. Szóljunk rá minden gránátot, amit csak tudunk, jobb hatáltatok supportként. Disable és visszapattant a gránát, de lényeg, hogy megvaltunk. Egy minusz. Gránátot bebasszuk a középre. Valahol ott lesz egyébként a bunkernél, ugyanúgy. Lehet, hogy ide most visszajövök, aztán megvárom. Hát, ha rám rassolnak, elég sokan vannak. Objective Charlie.
Jó, mivel nem mindenki szerintem induljunk el előre, nem hiszem, hogy rám akartak jönni. Úgyhogy most egy kicsit előrébb megyünk. Sustán! Meg is vagy. És vissza kéne húzzuk ezt az ászlót. Az a baj, hogy lelőttek, de jön a medik. Jön a medik, fel fog szedni. Zsírkirály, zsírkirály. Jó, felszedett király. Mehetünk tovább, vissza kéne húzni az ászlót. Egyébként azt hittem folyamatosan az ambot, mert most ugye bár nekem ez challenge, vagy ilyen, nem challenge, de ezzel tudom megszerezni a fegyveremet. Jó, nagyjából tiszta a terep. Egy pali van még ott, azzal majd valamit csinálunk. De fölpattanunk, itt nem kapjuk a pontot, úgyhogy vissza kell másznunk. Nézzük. Jó, azt ott megölték. Jó. És itt van a Behemoth, ez új tank. Itt pattog össze-vissza. Most nem pattog, de most már rohadtul ki kéne lőni innen, mert rohadtul idegesít. Valami hatalmas robbás, áh, itt is van, fú, azt akkor meg kellett robbani. Ja, hogy ez repülőre nem sebez. Epic. Nézzük, második map. Nézzük, ez mit tud. Fú, ez a bunker, ez valami katasztrófa. Ez a bunker katasztrófa egyébként mindegyik pályán. Kitámasztva nem olyan veszélyes ez a Lewis Gun Suppressive, csak az a helyzet, hogy még így is kicsi a sebzése. Hiába van kitámasztva, rengeteget bele kell lőni az emberekbe, és így nem igazán érzem azt, hogy ez nekem jó. Tehát ha nem lenne a challenge, biztos, hogy soha nem használnám. Ami elég szomorú, mert a bétában nem volt olyan rossz, de ez szerintem használhatatlan a játékban, és pedig az első világháborúban Lewis Gun egy nagyon meghatározó fegyver volt. És ennyire gyenge, tehát hogy a bár sokkal erősebb fegyver is, kb. 11 volt jelen az első világháborúban szerintem, mint a Lewis Gun. Nem tudom miért csinálták ilyen gyengére. Jó ez a pálya, csak itt is az a baj, hogy amint ki akarom támasztani a bipodot, lelő egy sniper. Minden sarkon van egy. Igen, a sniperek itt nagy problémák. Nem csak itt, azt szépen leszettem azért. Nem csak itt mindegyik pályán Battlefield 1-ben. Tehát itt is most mozgok, azért körbe-körbe látjátok, próbálkozom. De néha azért eléggé nehéz. Na gyere, papá. Úgy. Király. Munition. On a l'envoyé.